Alacsonyan elhelyezett villanykapcsoló, már ez is könnyebbséget jelent egy-egy mozgáskorlátozott életében. Az akadálymentesítési támogatással a kormány célja, hogy ne szigetelődjenek el a társadalomtól a mozgáskorlátozottak, mondta megkeresésünkre a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár. Cibere Károly kiemelte, több akadálymentesítési átalakításra is igényelhetnek támogatást a magánszemélyek. Például ugye küszöb van, és azt meg kell szüntetni, az ajtót a kerekesszék miatt ki kell szélesíteni, a lépcső helyett egy feljárót, lámpát kell kialakítani, vagy mondjuk távkapcsolóval kell nyitni a kaput, a garázsajtót, akkor ezekhez ő tud kérni segítséget. Ez az a bizonyos akadálymentesítési támogatás, aminek az összege január 1-től 150 000 forintról, 300 ezer forintra növekedett, tehát megduplázódott. A lakóhelyhez, legközelebbi hitelintézethez, OTP-hez többnyire oda kell benyújtani a támogatás iránti kérelmet, és javasolt az is, hogy személyesen felkeressék a leendő ügyfelek az illetékes fiókot, és ott részleteiben is tájékozódjanak az ügymenetről. A közintézmények és bevásárlóközpontok zöme már akadálymentesített, ám a mozgásukban korlátozottak számára segítséget jelenthet, ha otthonukban is könnyebben mozoghatnak. Személy szerint üdvözlöm ezt a döntést, hogy megemelték a keretösszeget 300 000 forintra, mert így a fürdőszobámat át tudom alakítani. Azt akartam már eddig is, de most így jobban ráfogom magamat, hogy eldöntsem, hogy mit és hogyan fogok átalakítani, mert szeretnék ajtót cserélni, a kádat kivenni, egy ilyen ülő tusoló részt kialakítani a fürdőszobában, és akkor ebből az összegből jobban a lehetőségem, tágabb mozgásterem van. A támogatás igénybevételének lehetőségénél is történt változás, azt már nem csak egyszer lehet igényelni, hanem 10 évente újra.